Köszöntöm a nézőket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Idén 19. alkalommal adták át a Rácz tanár úr nevéhez kapcsolódó életműdíjat. 8-an vehették át, és hát többek között Székely Andrásné is, aki a Szabadbattyáni Általános Iskolának a tanára, méghozzá biológia-földrajz szakos tanára, ő a mai vendégünk, tartsanak velünk. Gratulálni szeretnénk elsősorban önnek ahhoz a díjhoz, amit hát nem olyan régen, néhány héttel ezelőtt vehetett át, de mielőtt még rátérünk a díjra, menjünk vissza egy kicsit a múltba, utazzunk az időbe. Hogyha én jól tudom, akkor ön már gyerekkora óta vonzódott, hogyha szabad így mondani, magához, a biológiához, a földrajzhoz. Hol indult ez az út? Hát ez Zalában indult, ahol éltem és ahol születtem. Zalaszent Ivánon születtem, és pályámat is ott kezdtem el. Nekem a szüleim pedagógusok voltak, és én, ahogy a Rácz tanár úr díj átadásán a filmben is mondtam, gyakorlatilag iskolában telt a kicsi gyerekkorom. Óvoda nem volt, az óvoda helyett volt iskola, ahol besettenkedtem édesanyám óráira, és ott rajzolgattam, és ott csendben figyeltem, hogy mit csinálnak a gyerekek. Nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt így, és magammal szívtam azt a levegőt, amit édesanyám még igazi falusi tanárként, igazgatóként édesapám folytattak. És a gimnáziumi évek alatt úgy gondoltam, hogy én nem leszek tanár, mert akkor láttam, hogy egyre több probléma van a gyerekekkel. Kertészmérnöknek készültem egészen harmadikas gimnazista koromig, mert biológia-kémia tagozatra jártam, és gondoltam, hogy nekem a növények, amik nem szólnak vissza, és a kertépítés, ez majd nekem nagyon jó lesz. De hát a matematika tudománya nem az én tudományom, úgyhogy ebből nem kaptam volna Rácz tanár úr díjat, és hát harmadik gimnáziumban úgy döntöttem, hogy mégis tanár leszek. Édesanyám biológia szakját, édesapám földrajz szakját párosítottam össze, és így kerültem a pécsi tanárképző főiskolára, ami most ugye a Pécsi Tudományegyetem, ahol nagyon jó tanáraim voltak, tehát nem csak a szüleim, hanem a főiskolai tanáraim is rendkívül jók voltak. Nyertem országos tanulmányi versenyt növénytanból, tehát ezek mind olyan inspiráló erők voltak számomra, hogy ezt nekem egy kicsit talán az átlagnál magasabb fokon kellene majd későbbiekben is művelni. Ez volt az indítatásom gyakorlatilag. Említette, hogy nagyon fontos dolog az életében, hogy nagyon jó tanárai voltak. Igen. A szüleivel és a pedagógusokkal. Igen. Egyaránt. Azért ezt a mai világban is elmondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy olyan tanár tanítsa az adott tantárgyat, aki valóban meg tudja értetni a gyerekekkel a műfajt, az adott tantárgyat, és hát, hogy ennek fényében utána a gyermek olyan pályát választhasson, ami tényleg érdekli, amihez ért, de hát ehhez ez az alap, ez nagyon fontos, hogy meglegyen. Hát igen, gyakorlatilag én nekem van egy gondolatmenetem, amit már sokszor, sok helyen elmondtam, de nem a saját tollamból való, hogy három dolog szükséges ahhoz, hogy egy gyerek, akár egy gyengébb képességű gyerek tovább menjen egy szakközépiskolába, vagy szakmunkásképzőbe, vagy egy elit gimnáziumba egy jó tanuló. Ahhoz kell a gyerek akarata, tehát hogy annélkül nem megy, kell a szülői háttér, hiszen a gyerek azért mégiscsak ott tölt a legtöbb időt, és kell a tanár vagy edző adott esetben, aki által aztán ez a háromos egységgel előbbre lehet vinni minden apró emberkének az életét, hol sikeresebben, hol ugye kevésbé sikeresen, de nekem nagyon sok sikertörténetem van, mert ez a gondolatmenet tovább folytatódott az én édesapám mondásával, aki azt mondta, hogy minden gyermekben van valami jó, csak meg kell találni. Hát én ezt próbálgattam itt 40 év alatt keresgélni a gyerekekben, és ahány osztályon volt, az minden tanulom végigvitte 8 osztályt, és tovább tanult, és senkit nem hagytam el, tehát nem csak a tehetséggondozás, hanem a gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatása ugyanolyan fontos volt számomra,
a munkám során végig. Milyen lehet az, amikor tényleg egy gyermeket a szülő tanít, hogy nem értéke miatt esetleg olyan problémák, amit nehezen visel? Hát nagyon érdekes volt, édesanyám osztályfőnököm volt általános iskolában. És nem mindennapi dolog. Nem mindennapi dolog. Édesapám tanította a földrajzot, édesanyám a biológiát. És az osztálytársaim, egy nagyon kiváló osztályba jártam Zalaszent Ivánon iskolába, és az osztálytársaim nagyon-nagyon irigyelték ezt a helyzetet akkor, hogy hát neked biztosan, mert azért van sok ötösöd, mert anya meg apa tanít. És hát ennél rosszabb állapot nincs, mikor a szülő tanítja a gyermekét. Na ezért mondtam. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nem volt jó, és én el is határoztam, ha lesz gyermekem, és netán tanár leszek, biztos, hogy akkor a másik faluba fogom irattatni iskolába, vagy másik iskolába, ha városba tanítok, mert... nagyon szigorú szüleim voltak, nagyon nagy elvárásokkal, ami hál' Istennek köszönök most is nekik, de gyerekként ezt nagyon érdekesen éltem meg, néha rosszul. Na és akkor volt egy 20 éves találkozunk, mert mai napig találkozunk, a többnyire fiú osztály volt az osztályom, és egyszer csak látom, hogy a tanár virágok mellett ott van még egy csokor. És akkor az osztálytársam, az egyik fiú osztálytársam kiállt, és következőket mondta, hogy elnézést kér, most már ők is felnőtt emberek, családapák és családanyák, és látják, hogy én nekem mennyire rossz lehetett az, hogy az én szüleim pedagógusok voltak, és hogy azért a kis vádaskodásokért, amit akkor mondtak, azokért ők most elnézést kérnek, mert látják, hogy a szüleim tovább mennyire szigorúan tanítják az ő gyermekeiket, tanítottak bennünket, és hát ez nekem inkább rossz volt, mint jó. De ugyanakkor példa volt, tehát hogy kell csinálni, hogy kellene csinálni ezt. És hát pedagógus út Zalában, Fejérben azért igen, nem kicsi a távolság. Hogyan történt az, hogy hát egy ekkora távolságot megtett, és végül, ahogy most is itt Fejér megyében él, itt tartózkodik, és hát itt tanít? 1982-ben költöztem Székesfehérvárra, férjem akkor végzett az orvosi egyetemen, és érkeztünk, ő székesfehérvári, Tőzsgyökere székesfehérvári, és akkor érkeztem Székesfehérvárra. Nem kaptam a városban állást, Iszka-Szentgyörgyön folytattam 10 évig a munkámat. Nagyon-nagyon szerettem Iszka-Szentgyörgyön tanítani. Mai napig kollégáimmal tartom a kapcsolatot, a volt tanítványaim rám köszönnek az utcán, és gyakran kimegyek Iszka-Szentgyörgybe. Minden évben ki kell menni, mert a kastély, a bakonylába, az szóval, egy zalainak az mindent megér, látványnak is. És akkor megszülettek a gyermekeim, és én úgy gondoltam, hogy hát akkor a férjem a Móri Kórház főorvosa volt, én pedig ugye tanítottam Iszkán, hogy ez nem megy nekem, mert nekünk így kijárni két vidéki településre. 10 kemény hónapig egészségnevelő voltam az ANTS-nél. Hát decemberben már a krétaporszaga hiányzott, aztán december végén, hogy nekem szabadságot kell kivennem, hogy a gyermekeimmel legyek. Úgyhogy ez 10 hónap alatt megérlelődött bennem, hogy váltanom kell. És meg is történt, 93 nyarán pályáztam ide Szabadbattyánba, ahol elnyertem a biológia földrajz szakos állást, és hát gyakorlatilag azóta tanítok itt 26 éve. Hát ez több mint negyed évszázad, így tehát van. Tényleg kimondva is azért nagyon sok, és emögött rengeteg tapasztalat, rutin, élmény áll. Egy kicsit avassuk be a nézőket a kulisszatitkok mögé, hogy milyen is ebben az iskolában tanítani, milyen élményekkel gazdagodott, mi az, amit hozott magával, és esetleg amit továbbadhat a gyermekeinek, unokáinak, mi az, ami itt nagyon fontos volt az intézményben, az ön életében. Hát ez az iskola, ugye
ilyen nem mindennapi falusi iskola szerintem a környezetében, maga az épület maga sem, és az a környezet sem, ami körülveszi. Többször hívtak Székesfehérvárra tanítani, de nem tudtak elcsábítani a természeti környezete miatt, hiszen nagyon szép a Cifrakert, a szomszédban ugye 300 méterre található, nagyon szép az iskolánk udvara, mikor tavasztól őszig, és gyakorlatilag az óráimnak nagy részét, vagy egy jó részét kint szoktam tartani a természeti környezetben, akár biológiából, akár földrajzból, tehát ez egy óriási erőny, hogy nem a diófát a képről mutatom meg, hanem a diófa alatt tartjuk a diófáról szóló tananyagot, vagy sorolhatnám tovább ezeket a dolgokat. Kicsit az élménypedagógiát szeretnék. Igen, mert hogy a gyerek, amit megfoghat, megtapasztalhat, az benne marad. Amit csak képen lát, és ezt látom az interaktív IKT-s módszernél, hogy levetítünk, vagy megnézünk egy filmet, hát annak nincs akkora hatása, mint hogyha kimegyünk ide a Nádor csatorna partjára, és akkor ott belenézünk a vízbe, és látjuk a hínán növényeket, ahogy úsznak. Tehát jobban megmarad a tapasztalás a gyerekekbe. Egy vidéki gyerek meg különösen szeret kint lenni a környezetben, én jó magam is, hiszen ott nőttem fel, és ez előrevívő, tehát mindenképpen. És vannak olyan gyerekek, akik tapasztalati úton sokkal könnyebben tanulnak, mint hogyha leülnek, és a tankönyvből ugye magolnak, és úgy tanulják meg. Tehát én nekem ez az egyik nagyon vonzó erő, és azért szeretek itt lenni ebben a környezetben. Nagyon jó kollégáim voltak, és most vannak, és nagyon sokat segítettük egymás munkáját, tehát nagyon örültek az eredményeimnek, és inspiráltak arra, hogy csináld tovább, és hát nagyon sok kollégámnak a gyermekével, meg azon kívül is nyertem országos versenyeket, vagy ott voltunk az első 10 között, és ez mindig olyan jó érzés volt hazajönni, és közösen osztozni az örömbe, tehát ez mai napig így van. Hazajönni, azért itt kanyarodjunk kicsit vissza a vidékhez, legalábbis nekem ez jutott eszembe arról, ahogy most azt mondta, hogy hazajönni, és hát lehet, hogy egy kicsit a vidék típus és fajta miatt nem szeretett volna váltani és Fehérvárra bemenni egy másik iskolába. Itt azért a vidék fogalma, ez nagyon fontos dolog az ön életében. Igen, tehát az életemet nem tudnám élni most már falun, mint gyermekkoromat, de nem tudnék megélni és meglenni a falusi környezet nélkül. Ez nyilván azért van, mert ott szocializálódtam. Tehát ott voltam gyerek, ott tanítottam, és másnak tartom a falusi embereket, mint a városiakat. Ez miben mutatkozik meg? Azért ragaszkodóbbak. Tehát, de meg könnyebb is az ember dolga tanárként szerintem. Nem élek, sosem értem ugye itt, de ahogy autóval járok, kelek a faluban, mozgok, vagy átmegyek a boltba, találkozom szülőkkel, személyesebb a kapcsolat. Jobban meg lehet velük beszélni a problémákat, vagy az örömöket. És látom, hogy fogja a kezét a gyereknek, és mennek, és vidáman beszélgetnek, akkor azt látom, hogy ez egy jó pillanat van anyának a gyermekével, vagy az apának. Ezt városon az ember nem tapasztalja meg. Tehát ez emberi vagy személyesebb kapcsolatot jelent. El szoktam menni ugye a művelődési házban levő rendezvényekre is, tehát a közösségi rendezvényekre is jobban belelát az ember a 4600 fős falu életében, mondjuk mind a 100 000 lakosú Székesfehérváron élő gyerekeknek az életében. Erre az intézményre is akkor, ha jól értelmezem, ez a jellemző. Igen. Itt ebben. Igen. Az iskolában. Igen. 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 Mi a tapasztalat a gyerekek részéről, hogyha egy kicsit bele akarunk az ő életükbe is tekinteni?
Mit gondolhatnak a gyerekek maguk? Azért itt tényleg nagyon sok szép év van az ön háta mögött, hogy mitől jó tanár egy jó tanár? Itt mit tapasztal ebben az intézményben, és milyen a közös munka ezekkel a gyerekekkel? Hát most 10 perccel ezelőtt ugye bementem hozzájuk, volt osztályomhoz, rettentő ragaszkodók. No miért? Szerintem azért, mert én egy minden, mind a családomban, mind az osztályaimnak, vagy a tanítványaimnak, vagy akikkel aztán versenyzem, vagy versenyeztem, egy biztonságot próbálok adni. Tehát azt szoktam mondani, hogy én vagyok most a pótmama, a pótanya, és most, ha itt vagyunk az iskolában, akkor mindent én tudjak meg először, mondjuk adott esetben osztályfőnökként. És jöttek is, és szaladtak is hozzám. Azokkal a gyerekekkel, akikkel még többet vagyok együtt, mert rengeteget foglalkozom külön a gyerekekkel, a tehetségesekkel, azokkal meg kialakul egy olyan közvetlen kapcsolat, én tőlem, tehát a 40 évi alatt olyan nem volt, amit megígértem, az nem történt meg. Kicsit ennek az anyáskodásnak, ennek az istápolásnak, ennek a kiváló szakmai tudásnak, illetve ezek ötvözetének köszönhető az, hogyha egy tanár ön szerint átvehet egy olyan fontos díjat, mint a Lácz László tanár úr nevéhez kapcsolódó életműdíj. Tehát, hogy ez mind ennek köszönhető? Hogyan látja? Én úgy láttam a másik 7 kollégának a kisfilméből is, hogy igen. És az lehetett matematika tanár és férfi, fizika tanár és férfi, mindből kiderült, hogy ők, mint férfi emberek, ugyanúgy nagyon nagy odafigyeléssel, érzelmi hozzáadással viseltettek a gimnáziumi tanulók iránt is, ugye, mert a többiek egy kivétellel gimnáziumi tanárok voltak. Tehát mindenképpen minden közös munka, tehát minden sikernek egyik alapja, hogy elfogadd a gyereket, szeresd a gyereket, és akkor utána már át tudod adni a tudást. Unikumnak számít itt az országban, hogy ön például megkaphattam, átvette ezt a díjat. Miért lehet egy ilyen történet fontos a magyarok életében? Mert hát azért erre még nem nagyon volt példa, hogy nem nagyvárosból, vagy például gimnázium. Így van, hogy onnan vehettek át. Egészen idáig gyakorlatilag csak gyakorló gimnáziumok, vagy vezető gimnáziumoknak a tanáraival vették át a díjat. Elvédve egy-egy általános iskolai tanár van köztünk most már, mert egy ilyen klubba léptem bele, ahogy ez később kiderült, mert minden évben meghívják az előző díjazottakat is. Tehát ezek neves gimnáziumok, gyakorló gimnáziumok. Általános iskolák között is, ha végig gondoltam és végignéztem a listát, vidéki, mondjuk Szombathelyen a Berzsenyi Tanárképző Főiskola gyakorlója a tanára vett át, tehát többnyire mind-mind valami gyakorló intézmény a tanárképzésben, vagy olyan kiváló gyerekanyaggal rendelkező elit iskolák tanárai voltak. Hát én kuriózum vagyok tényleg, mint kiderült, egy ácsi kolléga kapta matematikából meg ezt a díjat, illetve biológiából és a többi tantárgyból még falun tanító tanár nem kapta meg. Krónó Robert professzor úr, akadémikus úr, ennek a díjnak a kuratóriumi elnöke mondta nekem, hogy ők mikor eldöntötték, hogy kik a díjazottak. Ő annyira örült neki, hogy egy végre egy olyan természeti környezetben és egy olyan millióban tanító tanárt lát, aki falun tanít és nem elít gyermekeket, hogy ő azt mondta, hogy ezt okvetlenül értékelni kell, hogy országos versenyeket nyerek, és nem a fazekas gyakorlóban tanítok. December elején milyen érzés volt ezekkel a szakemberekkel, tanárokkal, pedagógusokkal a színpadra lépni? Egy kicsit talán meséljünk arról, hogy ott milyen gondolatok jártak a tanárnőnek a fejében. Mit érez ilyenkor egy pedagógus?
Hát nekem azért itt el kell mondani, hogy én nekem nagyon kettős érzésem volt, mert édesanyámat elvesztettem a díjátadás előtt, és szombati napon még az ő temetésén voltam, és szerdán kaptam meg a díjat. Nagyon büszke voltam a szüleimre. A díjátadáson ezt el is mondtam. Hatalmas élmény volt ez az egész ünneplés, hiszen ültünk az első sorban 8-an, és mögöttünk egy-egy diákunk ült, aki sikeres diák volt. Ezt a kuratórium rendezte, szervezte így, vagy szervezi minden évben így. És először bemondták a nevünket, ki kellett állnunk. Nekem a Richter Gedeon cég vezérigazgatója adta át a díjat, a biológia és kémia tanárokért ők felelnek ebbe a grémiumba, és utána beszélnem kellett egy pár mondatot. Hát én ott megköszöntem az iskolámnak, a kollégáimnak, a szüleimnek, meg a családomnak azt a segítséget, amit a 40 év alatt megadtak. Rettentő felemelő érzés, fent lenni a színpadon, látni a Tudományos Akadémia dísztermet tele van, ott megszólalni, és akkor hát tapsolnak, örül mindenki, hát életem egyik legszebb élménye volt. És akkor ezt koronázta meg, hogy Dani pedig felállt, jött, és kaptam tőle egy nagyon gyönyörű csokrot, ami a mai napig éppen most mondtam igazgatónak, virítés, gyönyörű, minthogyha örökké kellene élni ennek a virágcsokornak. Nagyszerű érzés volt. Úgyhogy ott volt igazgató úr, kollégáim közül voltak, illetve hát a családom, a gyermekem, fiam és a menyem képviselték az én vendégseregemet, vagy adták az én vendégseregemet. Az ember szokták mondani, hogy élethosszig tanul, de hát mondhatjuk, hogy egy ilyen díj is bizony élethosszig elkíséri az embert, az élete végéig elkíséri ennek hát mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az öröme, amikor átveszi. De most mit tudhatunk az öröm utáni napokról, hetekről, a kicsit az életébe, hogyha egy kis bepillantást enged nyerni, hogy most hogyan zajlanak a mindennapok? Hát most még rengeteg gratulációval, gyakorlatilag olyan diákjaimtól is kapok gratulációt, akitől nem is gondoltam volna, hogy a munkámat elismerik. Készülök egy kicsit lélekben majd a visszatérésre. Mert hogy most egy kicsit mondhatjuk, hogy szabadság. Igen, most szabadság van, igen. És hát van egy csodálatos unokám, egy 15 hónapos unokám, és most a nagymamaság örömeit élvezem. Sokat vagyok velük együtt Budapesten, és gyakorolom a nagymamai létnek az örömét és boldogságát, teljesen más állapot, mint amikor felneveltem az én két gyermekemet. Egy fiam és egy lányom van, és hát ők is nagyon sikeres emberek lettek az életükbe, tehát ez úgy egész életünket áthatott volt párommal együtt, hogy a gyermekeinkre is figyeljünk oda, és belülük is sikeres embereket neveljünk. Hát mi ezekhez a sikerekhez kívánunk még további nagyon boldog éveket és további sikereket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát megosztotta a tévénézőkkel a gondolatait. Hát én nagyon köszönöm, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy elmondhattam a gondolataimat. Mindenkinek békés karácsonyt kívánok, sok szeretet. Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy ismét a Fehérvár Televízióval tartottak. Tegyék ezt máskor is. Köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok. Viszontlátásra.